A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán szervezett orvoskonferenciára több mint 200 ukrajnai magyar egészségügyi dolgozó jött el. A rendezvény illeszkedik azon támogatások sorába, amelyekkel Magyarország igyekszik javítani Kárpátalja lakosságának életminőségén. Fogalmazott a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztos. Grezsa István hangsúlyozta, a 2017-es magyar költségvetésbe beépül a kárpátaljai magyar orvosok és egészségügyi dolgozók szülőföldön való maradását ösztönző, fizetéskiegészítő támogatás is. Többszörös üzenete van ennek a mai konferenciának. Először is ez az első magyar nyelvi orvos továbbképzés Kárpátalján, és nyilvánvaló, hogy azok számára hirdettük meg, az annak a közel 1000 egészségügyi dolgozó számára, akik vállalták azt, hogy magyarul is ellátják a betegeiket, tehát nem csak magyar nemzetiségekről van szó, hanem magyarul tudó többségi nemzethez tartozó kollégákról, és az, hogy több mint 200-an jöttek el erre a mai orvos továbbképzésre, amelyen az előadásokat neves magyarországi szakemberek ingyen vállalták, hozzátenném, az mutatja azt, hogy helyesen gondolkodunk, amikor Kárpátalja humán egészségügyi fejlesztésében ilyen nagy mértékű támogatást nyújt az anyaország, nem is áll meg ez a folyamat, hanem a igényeknek megfelelően újabb szakterületeken fogunk magyar nyelvű orvos továbbképzést megindítani, illetve azok a kollégák, akik Magyarországon szeretnék továbbképezni magukat, ennek a finanszírozásához is hozzá kívánunk járulni, hiszen az orvos és illetve az egész egészségügyi társadalom nélkülözhetetlen abban, hogy itt Kárpátalján a magyar közösség megmaradjon és megerősödjön. Grezsa István elmondta, Magyarország 4 millió forinttal támogatja a Munkácsi Gyermekkórház tetőszerkezetének cseréjét, finanszírozza a Nagyszülősi Kórház gyermekosztályán 2 korterem felújítását, és 3 kárpátaljai járási kórházat lát el a legmodernebb ultrahangkészülékekkel. Ez az orvos konferencia tulajdonképpen egy továbbképzés, ami egy szűkített témában olyan szakembereknek szól, akik magyarul szolgáltatnak Kárpátalján az egészségügyben. Azért fontos, mert nem csak fizetéskiegészítést kapnak így az emberek, hanem egy szakmai hátteret, egy szakmai tapasztalatcserét. Itt beszélgetni tudnak az előadás után, el tudják mondani a problémákat, el tudják mondani a diagnosztikai kérdéseiket, és szakmai fejlődést biztosítunk számukra. A jelenlévő orvosok közül többen is kitették már az Itt Magyarul is matricát. Hol tart az Itt Magyarul is mozgalom? Hány kórházat térképeztek már fel megyeszerte, illetve milyen intézményeket céloztak még meg? Jelen pillanatban folyik a matricázás még mindig Kárpátalján. Az összes kárpátaljai kórház, ahol magyarul folyik az egészségügyi ellátás, fenn van az Itt Magyarul is rendszerben, az internetes honlapon, és minden egyes helyszínre kikerülnek most a táblák, és minden egyes orvos kitűzőt kap, amire rá van írva, hogy Itt Magyarul is. Jelen pillanatban a nagyszülősi járásban és az ungvári járásban vannak kitéve ezek a matricák, és most következik a többi település és a többi járás. Tisztújító közgyűlés tartott a hétvégén a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége Beregszászon, ahol újra választották a szervezet elnökévé Virág Lászlót. A nehéz ukrajnai pénzügyi gazdasági helyzetben különös felelőssége van a szövetségnek a kárpátaljai magyar vállalkozók segítése és támogatása terén. Emellett a magyar kormány által idejévre megítélt 2 milliárd forintos kárpátaljai gazdasági élénkítő programban is szerepet kapnak majd. Itt igen, fel kell kötni a felkötni valót ahhoz, hogy valamit is tudjunk produkálni, de ehhez hála Istennek megjön a segítség hamarosan az anyaországtól. És ebben segítünk majd odajuttatni azt a segítséget, ahova éppen legfontosabb. Az itt megjelent 420, ha jól emlékszem, vállalkozó várva várja ezt a segítséget, és megfogjuk egymás kezét, és ott leszünk, ahol kell lennünk mindenütt. Már elkezdtük, már járjuk a vidéket, már mérjük fel az igényeket, mérjük fel a lehetőségeket, és utolsó reményként meg kell tennünk ezeket a lépéseket, hogy odajusson a segítség, ahol éppen szükség van rá. Milyen szférában tevékenykedik a kárpátaljai magyar vállalkozóknak a többsége? Ugye a magyarság mintegy 60-70% a falvakban lakik. Igen, és éppen ezért, mint a beszámolomban is mondtam, túltenk a mezőgazdasági vállalkozók száma, de ez nem baj, ha egyszer
Isten ide tett bennünket, a sors ide rendelt bennünket, és többségében falun élünk, tehát mezőgazdasággal foglalkozunk, akkor ez így van rendjén. Nagyon sok vállalkozó megjelent, aki mindenféle mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozik. Rengeteg a méhészünk. Kicsit túlteng a lapunkban is például a méhészekről írott anyag, de ez azért van, mert több mint 127 méhészünk van, akik egyébben is foglalkoznak természetesen, de van köztük rendőr, iskolaigazgató, tanító, sorolhatnám tovább is. Tehát nekik oda kell mennünk, és segítséget kell nyújtani ahhoz, hogy a vállalkozásaik megerősödjenek, és hogy itt maradjanak. És a fiatalok, hála Istennek, rengeteg a fiatal. Látható volt, hány fiatal volt. Nagyobb, a kétharmada fiatal emberekből állt a jelenlevőknek. Ez azt jelenti, hogy van mégiscsak túlélésre vagyunk, tehát ítélve, ebbe bele kell kapaszkodni, ebbe a lehetőségbe. Kifejezett zsongás tapasztalható a kárpátaljai vállalkozók körében, amelynek nagyon jó gyűjtőszervezet a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetség, aki egyben a magyar nemzetpolitika stratégiai partnere is. Az elmúlt 3 esztendőben megháromszorozta taglétszámát a szövetség, mai zsúfolásig megtöltötték a közelmúltban átadott beregszászi főiskola átriumát, ahol zajlik ez a konferencia, tisztújító közgyűlés, és egyértelmű, hogy a magyar kormány által meghirdetett gazdaságfejlesztési program valamennyi elemében kikérjük véleményüket, illetve azon vállalkozók, vállalkozásokról tudnak információt nyújtani, akik már is látható, hogy sokszorosan túl fognak jelentkezni az adott keretösszegekre, hiszen mindenki érzi azt, hogy most van itt a idő arra az összefogásra, amelyet a Magyarország gazdasági megerősödése, a magyar kormány eltökéltsége és a kárpátai magyarság összefogása eredményezhet. Ez a 3 együtt jelentheti azt, hogy 1100 év után is egy tartós magyar jelenlét marad meg Kárpátalján. Közel 400 ember volt jelen, kárpátai magyar vállalkozó, akinek a szövetségnek a tagja. Azt jelenti, hogy a vállalkozók a nehéz körülmények ellenére is gondolkodnak itteni fejlesztésekben, itteni gazdasági tevékenységben. Mindenképpen fontos, hiszen Kárpátai Magyarság a nehézségek ellenére sem tört meg, nem vesztette el a jövővető hitét, ami azt mutatja azt, hogy vannak az emberek, akik próbálnak itten gazdaságilag is fejleszteni. És nagyon köszönet a magyar kormánynak azért, hogy egy ilyen gazdaságfejlesztési programot indított be Kárpátalján, aminek remélem az, hogy meg lesz a gyümölcse. És a Kárpátai Magyarság és egész Kárpátalja javára lesznek ezek a támogatások felhasználva, ami azt jelenti, hogy munkahelyek fognak teremtődni, azt jelenti, hogy lesznek olyan vállalkozások, amelyek fejlesztik majd saját magukat, fejlesztik a környezetüket, megélhetést biztosítanak a helyi magyarok és nem magyarok számára. Többek között a KMKSZ és az EGÁNED alapítvány is tevékeny szerepet vállal majd ennek a gazdaságélénkítő programnak a lebonyolításában. Mikortól lehet pályázni? Nem könnyű feladat, hiszen egy új dologról van szó ebben a ukrajnai eléggé bonyolult jogi környezetben, de ezt hatalmas nagy munka előzte meg. Szerintem a tervnek a kigondolkozása, ahol a különböző szervezetek között a Vállalkozók Szövetsége, a Proglékultúra, a főiskolánk a tanárai részt vettek, el lett készítve egy terv, és ott pedig dolgozunk azon, hogy hogyan tudjuk ezt a végrehajtási mechanizmust optimálisan megalkotni. Nem könnyű, hiszen itt a döntésekről van szó, egy olyan dolgról van szó, ami új, de én remélem azt, hogy olyan döntéseket tudunk majd hozni ezzel kapcsolatban, amelyek lehetővé teszik azt, hogy ezt a keretösszeget optimálisan fel tudjuk majd használni. Én szeretném azt, hogy az egész dolog tisztán, átláthatóan és becsületesen zajlana. Azt hiszem ez a lényege az egész dolognak, hogy végre szakadjunk el azoktól a korábbi formáktól, amik a korrupciót jelentették ebben az országban, meg ezen a vidéken, és mi azt szeretnénk, hogy ez egy teljesen tiszta és átlátható program legyen. Azokat támogassuk, akiket érdemes támogatni, akik tényleg anyagi hasznot és fejlődést hoznak majd a vidékünknek. Ez nem jótékonyság, ez egy gazdaságfejlesztési program. Az a Jézus, aki miértünk meghalt a kereszten, adjon nekünk új életet, örök életet.
Mi nem tudjuk magunkat megváltoztatni, önző érdekeinket nem tudjuk elhagyni. Olyanok vagyunk, mint a gazdag ifjú, aki szomorúan elment Jézustól, de amikor benne felismerjük azt, amit felismer Simon Péter is, hogy örömünkben készek vagyunk mindent odaadni, mindenről lemondani, szakaszd el a mi szívünket, minden hiába valóságtól, a családvilágtól, és adj nekünk olyan hitet, amely csak Jézusra néz. Mert aki ő benne hisz, már itt a Földön, örök élete van. Legyen ezért mindenért a tiéd a hála, hogy ma is tápláltad a mi lelkünket az élet kenyerével. Reggeli áhítattal indul a hét a Nagydobronyi Református Líceumban. A gyerekek és tanárok imádságban köszönik meg az Úrnak azt, hogy különös kegyelemmel vezette őket az elmúlt évek során. Az egyházi oktatási intézménynek a semmiből kellett felállnia, és 1995-ben megkezdenie működését. Az alapítók Szabó Dániel főgondnok és Horkai László püspök voltak. Kárpátalján is hagyománya volt az egyházi nevelésnek, de 1945 után államosítottak minden iskolát, a kántortanítók, azok munkanélkül maradtak, vagy átállottak az államiskolába, és 50 év szünet után végre vallásszabadság volt, és megengedték, hogy egyházi iskolák jöjjenek létre. Teológiára szeretnék tovább menni, és itt van egy házi tanóra is. Azért jöttem ide a liceumba, mert kiemelkedő óraszámban van kémia, biológia, és egészségügyben szeretnék tovább tanulni. Ha itt elvégzem a második osztályt, akkor megyek Debrecenbe lelkésznek tanulni. Orvosnak szeretnék tovább tanulni Magyarországon az egyetemen. A Nagydobronyi Református Líceum biológia, kémia és fizika-matematika tagozatos. A tanulók jövőbeni céljaik elérése érdekében az itt töltött évek alatt elsajátítják az ukrán állam által kidolgozott tantervet és a magyarországi gimnáziumok 4 éves tantervének egy részét is. Idegen nyelvként angolt tanulhatnak a diákok. A 10. osztálytól lehet jelentkezni ezekbe az osztályokba. Évfolyamonként párhuzamosan 2 osztály van, és a diák az maga dönti el a felvételi után, hogy melyik az a szakirány, amelyben ő szeretne emelt óraszámban ezeket a tantárgyakat tanulni. Iskolánk nyitott már a 7. osztályt végzett diákok előtt is, a 8.-9. osztályos diákok már tanulnak, hál' Istennek, nálunk, és ők majd később 10. ugyanígy szakosodnak. Keresztapám is ide járt 1999-ben, és nagyon jól elvégezte, és ő ajánlotta nekem, hogy járjak majd ide, mert itt én is lehet, hogy jobban elvégzem, és így sokkal jobban fogok állni a jövőhöz. Magasan képzett és tapasztalt tanárok végzik az oktatói munkát. A diákoknak lehetőségük van a bentlakás miatt a szilenciumi foglalkozásokon korrepetálásra. Ekkor a tanáraink készítik fel a diákokat a külső tesztelésre és a felvételire. És ezzel levesszük a szülőkről a külön órák terhét is. A liceum nagyon sokat segít abban, hogy tanuljak. Most a 10 egészen felüli átlagommal megkaptam a szabad szilenciumot, ezáltal még jobban tudok készülni és fejleszteni a tudásomat. Az általános műveltséget próbálom egy kicsit felhozni, és tehát a művészettörténettel vagy a társadalomismerettel ilyen beszélgetés órákat tartunk, ami hát lazítja a napi megterhelésüket, mert azért 8-9 órát töltenek a tantermekben naponta a gyerekek. Én szerintem azért jó választás a gyerekeknek a liceum, mert itt, ha tanulni szeretne, akkor minden segítséget meg tud kapni. A délutáni házi feladatoknak az elkészítése során szaktanárok állnak a rendelkezésükre a délutáni szilenciumi foglalkozásokon, a számítástechnika terem a rendelkezésükre áll. Bár ugye otthon is már egyre több háztartásban megtalálható számítógép és internet hozzáférés, itt viszont emellett még tanárok is segítik a gyerekeknek a házi feladatok elvégzését. Úgyhogy aki tanulni szeretne, az itt mindenféle segítséget megkaphat hozzá.
azoknak a diákoknak, akik nem tudják eldönteni, hozzánk érkeztek, és nem tudják eldönteni, hogy hová szeretnek tovább menni tanulni, azoknak a tanáraink segítenek ebben. Erre nagyon jó alkalom a hétvégi program, az utazások, hogy jobban megismerjük a diákokat. Itt egy bensőségesebb kapcsolat alakul ki, és igyekszünk megtalálni azt a területet, melyben a diákok tehetségesek. A gyermekotthonból jöttem, 8 csoportársammal, ők segítenek, nagyobbak segítenek nekünk, mi segítünk nekik. Hozzánk nagyon sok hátrányos helyzetű családból érkezik diák. Ezek a szülők, nagycsaládosok kérhetik a támogatást az iskolától pályázat formájába, és hála legyen Istennek érte, hogy a Magyar Református Szeretett Szolgálat Nyilas Misi programon keresztül 11 diákunkat támogatja. Aztán további támogatást kapunk a Tőkés László Alapítványtól, mely 4 diákot támogat. Az iskola egykori tanulói közül többen is visszatértek a liceumba, hogy tanárként viszonozzák azt a sok szeretetet, törődést és tudást, amit egykoron ők maguk is kaptak az intézményben diákként. Nekem a liceum nagyon sok mindent jelentett, főleg azért, mert itt vallási nevelésben is részesültem, nagyon sok elhitaton, vallási órákon vehettem részt. Nagyon jó erős oktatásban részesültem. Emberek legyünk, mármint azáltal, hogy ahogy kikerültünk innen, folytattuk a vallásosságot, kaptunk egy református alapot. Számomra nagyon fontos volt az itt eltöltött idő, mivel fizika-matematika szakon tanultam itt a liceumban, aztán ez meghatározó volt, mivel a tovább tanulás szempontjából is. Kollégiumban élünk bentlakásos a kollégium a nagydobronyiak számára és a helybeliek számára, és ez nagyon jó összekovácsoló lehetőséget ad mindannyiunk számára. A kollégium élet, és még mindig tartjuk a kapcsolatot, még mindig vannak 5 évenként osztálytalálkozók megszervezése, és tudunk egymásról mindent, főleg interneten keresztül, tehát ki hol van, és mit csinál, mivel foglalkozik. 31-en fejeztünk, ez a 31 diák, ez reggeltől estig össze volt zárva, és egy olyan közösséget, egy olyan mély barátságokat kötöttünk, hogy hát elmondhatatlan, amilyen élményekben volt itt részünk. Hát én úgy gondolom, hogy nagyon fontos ide visszatérni, és nagyon nagy felelősség visszatérni tanárként, hisz azt, amit itt kaptam, és itt tanultam, azt ugyanúgy továbbadhatom a gyerekeknek, és ez szerintem nagyon fontos. A Kárpátalján szolgáló lelkészek közül többen is a Nagydobronyi Református Líceumban kezdték tanulmányaikat. A legutóbbi végzős osztályból 6 jutottak be többek között a debreceni és a sárospataki teológiára is. Nekem az a legnagyobb öröm, amikor találkozok velük egy-egy gyülekezetben, bemegyek, és azt mondja a lelkipásztor, tetszik emlékezni, amikor azt mondta nekem, amikor 5-ösre, akkor meg az volt a jegyrendszer, vizsgáztam bibliaismeretből, hogy e fiúból pap lesz, akárki meglássa, és én azután elmentem a teológiára, és most itt vagyok lelkész ebben a gyülekezetben. A másik pedig ott gondok, vagy presbiter, mert minden gyerek valamit kivisz innen, és aztán elfoglalja helyét az egyházban is. Nekünk együtt kell működni, egyház és iskola. Eddig 549 diák végezte a gimnáziumot, most jelenleg 90 diákunk van. Diákjaink a szakiránynak megfelelő szakokat választanak a továbbtanulásnál. Nagyon sokan tanulnak az Ungvári Nemzeti Egyetemen, a magyar oktatás miatt nagyon sokan válasszák a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Főiskolát. Sokan válasszák debreceni, sárospataki és a budapesti teológiát. Sokan jönnek azért hozzánk, hogy tudják, hogy itt felkészítést kapnak a teológiára. Nagyon sok ápolónőnk van például. Tehát sokan úgy gondolják, hogy valami segítő szakmába tudnának kiteljesedni, és ápolónőként vagy gyógyszerészként dolgoznak tovább. Tehát ez is nagyon fontos. Tehát mindenki találja meg a saját útját. Tehát nem annyira szeretem a százalékokat, tehát régen
tényleg 2-3 gyerek volt az, aki lemorzsolódott, és nem a felső oktatásban tanult tovább. De most már nagyobb a paletta, tehát több felé mehetnek a gyerekek, színesebb a képzés lehetőségek, tehát van Ungvár, Beregszász, tehát a városok nagyon vonzóak a 14-15 éves diák számára, és félő, hogy nekem legalábbis az a meglátásom, hogy a városban hát könnyebben elkallódnak. Itt azért szem előtt vannak, tehát nincs az a beláthatatlan tér, mindig szem előtt vannak, és így tudjuk őket egy kicsit terelgetni, hogy megtalálják az útjukat, de ez nem erőszakosan, csak meglátni bennük azt a lehetőséget, amiben ki tudnak teljesedni, azt a tehetséget, aminek birtokában vannak, csak esetleg ezek ilyen szunnyadó dolgok, és ezt észrevenni. Tehát erre próbálunk odafigyelni. A Nagydobronyi Református Líceum szoros kapcsolatokat ápol Magyarország és más külföldi oktatási intézményekkel is. A diákok között szoros kapcsolat alakult ki. Az iskola megalakulása óta mindig voltak a szervezetek, intézmények, akik segíteni akartak, már a kezdetektől, induláskor rögtön tankönyvekkel, oxfordi tankönyvekkel segítettek minket. Aztán pedig az évek folyamán kialakult testvériskola kapcsolat. Skóciából érkeztek tanárok, magánszemélyek, akik angol táborokat szerveztek nyáron, nyári szünidőben. Az elmúlt 6 évben pedig sikerült testvériskolai kapcsolatot ápolni London melletti Caterhami iskolával, magániskolával. Tudni kell azt, hogy ez az iskola az angliai listán az első 10 között szerepel. Ők felvállalták az iskolánk támogatását, diák csoportokat szerveztek, egyre nagyobb csoportokat, végül már 18-20 fős csoportok érkeztek hozzánk, akik egy héten keresztül oktatták a mi diákjainkat, és ez azt hiszem nagyon hasznos volt. Diákok oktattak diákokat, akik könnyebben barátságot szőttek, és közben pedig tanultak is egymástól. Voltak angol diákok hozzánk, angol táborba, ők velük is szoros kapcsolatot tartunk, levelezünk. Ott aztán szeptember végén voltunk kisújszállásra a gimnáziumba, az is református gimnázium. Szoros kapcsolat van a két gimnázium között, tartjuk a diákokkal a kapcsolatot. Azon túl, hogy ők táboroznak és kirándulásokat szervezünk együtt, különböző programokat, kulturális programokat a hét alatt, amit itt vannak nálunk, anyagilag is támogatják az iskolánkat. Ennek köszönhetően új tankönyvcsomagokat, a legjobb nyelvkönyvekből tanulhatnak a diákjaink, le vannak fedve minden osztály új tankönyvekkel, interaktív tábla, vetítők, sorolhatnám még a számát az anyagi támogatásnak. A Nagydobronyi Református Líceum kollégiuma is a külföldi támogatóknak köszönhetően fejlődött. A legmodernebb szárnyban a szobákhoz saját WC és fürdőszoba is tartozik. A kollégiumban mindenképpen arra törekedtünk, hogy a legnagyobb családias hangulatot alakítsuk ki. Így a szobákban is 4 és 5 fő helyes szobákat alakítottunk ki, arra törekedve, hogy a gyerekeknek minél jobban megfeleljenek az igényeinek. Magán a szobákon belül található egy külön szoba, amelyben elhelyezkedik egy saját WC zuhanyzóval, amelyben nem kell kimenni a folyosóba, és nyugodtan lehet használni személyenként, nem kell egymáson keresztül járkálni. Mindenképpen segített abban, hogy egy új közösségbe könnyebb legyen beilleszkedni. Az itt eltöltött 3 év, az a kollégiumos, a kollégium életben az rengeteget jelentett. Ugyanúgy, hogy átkerültünk az egyetemre, ott is az évfolyamtársaknak nehéz volt megszokni a kollégiumot, nekünk 3 év után gyerekjáték volt, és teljesen máshogy álltunk hozzá a kollégium élethez, tehát mindenképpen segített egy közösségi beilleszkedésbe, és talán az, hogy megtanultunk tanulni, először is megtanultunk tanulni, és azokat a módszereket, amiket itt tanultam, azt most próbálom átadni a gyerekeknek, és így könnyebben el tudom nekik magyarázni, mert én is átéltem, ráadásul ugyanitt éltem át ezeket a dolgokat, mint például most csak egy egyszerű példát mondok, matek órán, hogy hogyan lehet felkészülni a következő órára. Tehát
saját példámmal, saját példámat mondom el nekik, hogy én annak idején hogy csináltam, és mivel a gyerekek látják, hogy én a saját példámat mondom, ezért ők látom rajtuk, mint hogyha jobban megfogadnák ezt a tanácsot. Sajnos az a helyzet van, hogy a gyerekeink egyre jobban elhanyagoltak. Sok szülő olykor azért adja bentlakásos liceumban a gyerekeket, mivel itthon nem tud megélni, ezért külföldi munkaidej alatt ide teszi be. És ilyenkor főként a 8-9. Osztály számára szükség van anyukákra, apukákra. Emellett tehát a kollégiumban lévő nevelők erre is törekednek, és megpróbálják a gyerekeknek megnyújtani azt, amit a szülők éppen akkor nem tudnak. Bármikor bizalommal lehet hozzájuk fordulni, bármit meg lehet tőlük kérdezni, és bármiban megbízhatnak a kollégium nevelőiben. Ők természetesen titoktartásban részesítik az információkat, és megpróbálnak minél jobban, minél kedvesebben segíteni. Természetesen ezen kívül a nevelőink lelki feladatot is ellátnak, próbálják a keresztény etikát megtanítani a gyerekeknek, mert sajnos ebben a rohanó világban manapság már nagyon nehéz olyan embereket találni, akik nem csak a saját akaratukat akarják végrehajtani. Ezért próbáljuk a gyerekeket emberségre, illetve olyan dolgokat tanítunk meg nekik, amely úgymond társadalmi lényé, egy keresztény emberré fogja őket nevelni. Nagyon nagy igény jelentkezett a bentlakásos iskolák felé, mivel a háborús helyzet miatt és a nehéz anyagi helyzet miatt Ukrajnából a szülők külföldre kényszerülnek munkalehetőség miatt, így diákokat úgy hagyják itt nekünk, hogy elköszönnek, hogy 3 hónap múlva jövünk, és a nagyszülő felügyeli a gyerekeket. Tehát ezért is nagyon nagy igény van a bentlakásos egyházi intézményekre, és szeretnénk ezek miatt, az okok miatt a jövőben bővíteni az iskolánkat, és nagy terveket szövünk a jövőt illetően, hogy azok a diákok, akik esetleg nem olyan nagy talentummal vannak megáldva Istentől, hogy egyetemeken tanuljanak, akkor itt nálunk valamilyen szakképzésben részesüljenek. Tehát ezek a jövőbeni terveink az iskolába. A kárpátaljai egyházi oktatási intézmények nem kapnak semmilyen támogatást az ukrán államtól, még a tanárok fizetését sem állja Kijev. Pedig az itt tanuló diákok szülei ugyanolyan adófizető ukrán állampolgárok, mint az állami iskolákban tanuló gyerekeké. Kijev az egyházi liceumokat a magánintézmények kategóriába sorolta, a magánintézmények pedig nem jogosultak állami támogatásra. A nagydobronyi református liceum működése is csak azután lett biztosítva, miután a magyar kormány nemzeti jelentőségű intézménnyé nyilvánította az intézményt, és normatív támogatásban részesítik őket. 15 éve kezdtem pedagógiai pályámat a liceumba, és nyomon követhettem azt a nagy küzdelmet, amelyet egyházvezetőink, intézményvezetőnk folytatott iskolánk fennmaradásáért. De igazán akkor vált a legnehezebbé a helyzetünk, mikor 2010-ben az ukrán állam megvonta a támogatást a liceumtól. Akkor nagyon kétségbe estünk. Nagyon komoly érvágás volt, hogy a tanároktól megvonták az állami fizetést, ugye olyan tanároktól, akik hát állami feladatokat látnak el, és hát az ukrán állampolgárok gyerekeit tanítják, és hát elég magas színvonalon, ezt elmondhatom. Akkor a tanári kar a liceumban egy nagy döntést hozott, és vállaltuk azt, hogy egy évig ingyen fogunk tanítani. Hál' Istennek erre nem került sor, mert megoldódott a probléma. Gyülekezetek adományokat gyűjtöttek, tartós élelmiszereket, gyümölcsöket. De ez mind nem lett volna elég az épületek fenntartására, a rezsiköltségre, és akkor látszott meg, hogy Istennél nem vagyunk elfelejtve, mert a Magyar Református Egyház felkarolta az iskoláinkat, és támogatott minket. Tovább tudtunk működni, folyt zökkenőmentesen a tanítás. Pár évvel ezelőtt a magyar kormány nemzeti jelentőségű intézményé nyilvánította a kárpátaljai egyházi iskolákat. És ezáltal a magyar kormány biztosítja a támogatásunkat és fenntartásunkat. Teljes mértékben az iskolánk a magyar kormány támogatása alatt van. Az ukrán állam sajnos tankönyvekkel sem lát el, nem biztosítja a működésünkhez szükséges rezsiköltséget. Abban reménykedtünk, hogy legalább ezt
valamilyen szinten tudják számunkra kedvezményesen biztosítani, ha mást már nem is kapunk, de sajnos ez még mindig ipari, gáz és ipari áramot fizetünk, ami nagyon nagy teher számunkra. Mi elvárjuk az ukrán kormánytól is, hogy ne tegyen diszkriminációt, ilyen megkülönböztetést az iskolák között. Mi kisebbségben vagyunk, mint reformátusok szintén kisebbségben. Tehát ha egyszer egyenlőség van itt, és vallásszabadság van, akkor ne azt nézzék, hogy mi egy egyházi iskola vagyunk, hanem ahogy Magyarországon, meg a többi országban a fejkvóta szerint megadják a támogatást minden gyerek után. Hát itt miért nem valósítható az meg? Ezek a gyerekek még több eredményt tudnak felmutatni, és ha kimennek, nem munkanélküliek lesznek, és nem segélyből fognak élni, hanem azért tanulnak itt, hogy majd ők megkeresik a kenyerüket, és másoknak is tudjanak ebből a kenyérből adni. Máig ez az egyik legnagyobb probléma, hogy mivel, hogy magániskola vagyunk, nem kapunk állami költségvetésből tankönyveket. Ami van tankönyvek, az nagyon nagy kerülő úton pénzért kell megvásárolni. Tehát úgy, hogy bekerülünk egy járási programba, és akkor a járás esetleg a költségvetésből kiutal tankönyvre nekünk pénzt, amit valamikor nem is tudunk elkölteni, mert nem tudunk hozzájutni még ilyen módon se a tankönyvekhez. Persze, hát ugye a tankönyvek tartalma vagy minősége az is kívánivalót hagy maga után, mert megkaptuk azokat a lejárt tankönyveket, amelyeket a 12 évfolyamos iskolák számára készítettek el, és egyébként is azt be kellett volna zúzni, de hát jók voltak, úgymond segíteni akartak nekünk, és akkor ide küldték ezeket a tankönyveket, amiből hát forrásrészleteket, vagy magát az illusztrációt, térképeket tudjuk használni, és akkor hozzáigazítani a tananyaghoz. De egyébként a történelmet azt a gyerekek jegyzetekből szokták tanulni. Tehát én összefoglalom a lényeget, illetve részletesebb vázlatot készítünk, és hát itt tudjuk ezt csak megoldani. Hol hit, ott szeretet, hol szeretet, ott béke, hol béke, ott áldás, hol áldás, ott Isten, ott szükség nincsen. A diákok hitükben és magyarságukban való megerősödése az iskolás évek alatt ugyanolyan fontos, mint a tantárgyi ismeretek elsajátítása, vallják a Nagydobronyi Református Líceumban. Ezért az oktatói munka mellett nagy hangsúlyt fordítanak a nevelésre is. Isten igényére támaszkodva, annak segítségével igyekeznek keresztény hitre és erkölcsre nevelni a fiatalokat. A mindennapi munka, tanulás, igeolvasással, imádkozással kezdődik és végződik. Nagyon fontosnak láttuk, hogy amellett, hogy az állami tantervet teljesítik a gyerekek, még amellett kapjanak lelki erősítést is. Tehát a templomban részt vesznek minden istentiszteleten, reggelenként itt is van áhítat, amikor nincs a gyülekezetben reggel istentisztelet, és este is istentisztelet van, bibliórák vannak, aztán az egyházi tantárgyakat is bevezettük, kétszer van bibliaismeret óra, van egyházi ének, zene és egyháztörténelem tanítás van, vallástanárunk is van, és olyan énekkar van, amely több helyezést nyert, és minden évben részt veszünk az ungvári énekkar találkozón is, és nagyon hogy a gyerekek már innen kivisznek egy olyan lelki magatartást, hogy ők, mint só és világosság már maguk körött a keresztény szellemiséget árasszák. És a hit nagyon fontos, mert a hitre mi nem tudjuk megtanítani gyerekeket, csak a Biblia ismeretre, de a Szentlélek hitet gerjeszt a szívben azáltal, hogy olvassuk az igét, megértjük és elhisszük, és ezáltal a gyerekek többre képesek, mert az a plusz hiányzik minden ember életéből, hogy túlnézzen a nehézségeken, betegségen, nyomorúságon, most is ebben a nehéz helyzetben, amiben Ukrajna van, hát csak a lelki ember tudja ezt kibírni, anélkül, hogy össze ne roppanjon, meg depresszióban ne essen. Hát a gyerekeknek is szükségük van erre, mert a családokban is sok a probléma, sok a hátrányos helyzetű
család a mai időben, munkanélküliség van, külföldre elutaznak a szülők munkát keresni, ezt nem kell sorolni, mert ezt mindenki tudja itt nálunk is, de a gyerek, aki idejön, ő is hoz terheket. Hát ezek a terheket is valahol le kell tenni, és ezért van szükség, hogy jelen legyen lelkipásztor is a iskolában, hogy lelki gondozást is végezzen, meg imádkozzon a gyerekekkel együtt, tartsa a kapcsolatot a szülőkkel. Szerintem ez nagyon segít az, hogy mi templomba járunk, imádkozunk, mert mint középiskolában ott gyerekek már 9. után vagy 8. kezdnek már cigizni, inni ilyeket, itt meg mutatnak nekünk, hogy az nem jó, meg hogy Isten is segít nekünk abban, hogy mi itt vagyunk, és hogyha itt vagyunk, akkor ez így kellett, hogy legyen. Nagyon fontos a vallásos nevelés az iskolában. Minden nap igével kezdődik. A kedd, csütörtök és a bennmaradós hétvégék vasárnapjain a diákok a nagydobronyi gyülekezettel közösen vesznek részt az istentiszteleti alkalmakon, úgy, mint a mai nap is, hétfőn, szerdán és pénteken pedig belső áhítatunk van. Fontosnak tartjuk azt, hogy a tantárgyi ismeretek mellett a diákok hitben megerősödve hagyják el a líceumunkat. És meggyőződésem az, hogy magyarságunk és reformátusságunk megmaradására nem csak jó szakemberekre és művelt emberekre van szükség, hanem hitét megélő és megvalló nemzedékre. Iskolánknak fontos ez a feladat. Mi magunk is látjuk annak szükségességét, tanárok, hogy úgy kezdjük a napot, hogy az igével menjünk be órára. Tehát az a reggeli csendesség, az már egy igény. Tehát, mint másnak a sport nekünk az, hogy felvegyük a Bibliát, és elolvassuk a Biblia üzenetét, és lélekben megerősödve kezdjünk hozzá a munkához, mert azért vannak nehézségek, amiken tehát át kell magunkat lendíteni, és ehhez a támogatásra szükségünk van. Ugyanúgy a gyerekeket is arra biztatjuk, hogy olvassák a Bibliát, és merítsenek onnan erőt, és hát szembesítjük őket néha a cselekedeteiket, a tetteiket az igével, és próbáljuk őket arra nevelni, hogy az igén keresztül vizsgálják meg a tetteiket. Tehát ez a vallásos nevelés, ez szerintem a gyakorlatban megtörténik itt naponta. Isten már nekem rengeteg mindent segített, édesanyám is hitoktató, és ő is rengeteget segített nekem, hogy mindig az igével magyarázott nekem, mindig őről róla beszélt, és így engem ez indított meg, hogy én lelkész akarok lenni és hirdetni az igét. Ha bemegyek az órára, csend van. Lehet beszélgetni velük, felelnek, nyugodtan, nem félnek. Amit tanítok, igyekeznek megtanulni. Hát én dolgoztam állami iskolában 11 évig, de ég és föld különbség, mert ott zaj van, háromszor rá kell szólni a gyerekre, hogy most ne beszélges, most énekelni fogunk. Mert a haza nem eladó, ezüst pénzre sem váltható. Mert a haza lelked része, határait beléd viste. Hívő ember előtt nincs lehetetlen, akkor is el kell kezdeni, amikor még semmi nincsen a Verestengernek, és neki kell menni, ha nincs hajónk, és ketté nyílik majd. Tehát ez a hit, amikor a lehetetlent is lehetségesnek látja Isten segítségével. A nehézségek ellenére próbáltunk tehát helytállni, amit elvállaltunk, hogy felkészítjük a gyerekeket a továbbtanuláshoz, azt megtesszük a mai napig. Egyre nehezebb ez a feladat. Magyarság ne vándoroljon ki, tehát a fő cél az, hogy itt maradjunk, itt tápoljuk hagyományainkat, mert máskülönben megfogyatkozunk, és az a pár százezer magyar, aki itt maradt is eltűnik. Mi csak magvetést végzünk. Az aratás lehet, hogy a másoké lesz, de én már most is sok mindent láttam, és tudok örülni annak, hogy nem volt hiába való ez a munka.